Előadásomban az akut és krónikus vesebetegséget szeretném összefoglalni, átismételve mindazt, amit tanultak transzlációs medicina korillattan, illetve csak korillettan tárgyból. A vesebetegségeket többféleképpen tudjuk felosztani. Feloszthatjuk klinikai lefolyás szerint, úgy, mint akut vagy krónikus, illetve az okok alapján, tehát a korlátlan okok alapján, amelyek lehetnek prerenálisak, renálisak, illetve posztrenálisak. Azon kívül a vizelet mennyisége, vagyis az naponta üritett vizelet mennyisége alapján is feloszthatjuk őket, hogy anúriásak, oligúriásak, vagy éppen poliúriás veselégtelenségekről beszélünk. Az akut és a krónikus elkülönítésében a legnagyobb különbség a lefolyásában van. Míg az akut általában hirtelen kezdettel jelentkezik, általában gyorsan csökken a vizelet mennyisége, leginkább irreverzibilis elváltozás, és a tubuláris sejtek elhalása és későbbiekben regenerációja figyelhető meg. A krónikus viszont egy progresszív és irreverzibilis folyamat, és a nefronok pusztulásával jár. Nagyon gyakran amikor már a vese a funkciának 75%-át vesztette el, akkor tudjuk csak diagnosztizálni ezt az állapotot. Először az akut veselégtelenségről beszélünk, vagy leginkább, amit újabban úgy hívják, hogy az akut vesekárosodásról, hiszen az hosszabb ideig is alakulhat ki egy akut vesekárosodás. Általában óráktól napokig tartó vesefunkció csökkenés eredményeképpen, a vese képtelen lesz kiüríteni a nitrogén tartalmus halakanyagokat, és fenntartani a normális folyadék elektrolit háztartást. Az akut veserételenség gyors vesefunkció csökkenéssel jár, általában a szérum kreatinin nagyon gyorsan nő meg, általában három nap alatt több mint 44 mikromol per literrel emelkedik meg a kreatinin szintje, és ugye a megnőtt nitrogén anyagok szerint úgy hívjuk, hogy azotémiásak témiásak lesznek a betegek. Ezen kívül megemelkedik a szérum karbamid és kreatinin szint is. A vizelet mennyisége pedig általában csökken, de ez nem mindig, mert van poliúriás is. Oligúriáról akkor szoktunk beszélni, amikor a napi termelt metabolitokat nem tudjuk kiüríteni. Általában nap mint nap kb. 1200 milliózmol az a metabolit, amit a vesén keresztül ürítünk ki. Ha normális koncentráló képességét veszük a veszének, mindezt ki tudjuk üríteni kb. 500 ml vizeletben. Na most ezért van az, hogy az oligúria az 500 ml mert napi vizelet mennyiség alatt kellett képződik, hiszen ilyenkor már nem vagyunk képesek kiválasztani ezeket a bomlás termékeket, és a szérumban megnő ezeknek a koncentrációja. Anúriáról akkor beszélünk, amikor a vizeletnek a napi mennyisége 200 ml lesz. Általában ilyenkor már spontán vizeletürítés nincsen, csak katéterre lehet ezt megmérni. Epidemiológia szempontjából általában a kórházi betegek 5%-ánál diagnosztizálják az akut versenytelenséget, az intenzív osztályokon ez felmegy akár 35%-ra is. Magas mortalitású képek, általában például szepszis esetén ez 75-90%-ra is emelkedhet a mortalitás, egyéb okán körülbelül egy olyan 35-45% lesz a mortalitása az akut versenytelenségnek. Az akut veselektelenség kinikai jellemzői közé, mint említettük, ugye a csökkent, illetve megszűnt vizeletürítés, ez általában 70%-a az eseteknek, de van a nem oligúriás rész is, amikor is nem csökken a vizelet mennyisége, sőt még emelkedhet is. Általában lágyéktáji fájdalom, ödéma, hipertónia, vagy elszintrendett vizelet kíséri, hiszen a lecsökken a GFR, lecsökken a kiválasztott anyagoknak a mennyisége, és ennek hatására, mivel kevesebb ugye, filtrátum, kevesebb lesz a filtrát nátrium, a makuladenza sejtek aktiválódnak, renangiotenzin rendszer aktiválódik, hipertónia jön létre, illetve a folyadék retenció is ezt segíti elő. A másik ugye általában aszimptomatikus is lehet, amikor semmi más nem jelzi, csak az, hogy a szérum kreatinin szint emelkedik, és ez a vizeletvizsgálat során derül erre, mint fény. Egyéb tünetek például lehetnek a gyengeség, fáradékonyság, általában az anémia miatt, illetve a toxikus anyagok felhalmozódása miatt. Itt például lehet akár étvegytalanság, hányás, mentális státusz megváltozása és ingerlékenység is. És nagyon gyakran ödéma alakul ki, amikor is a filtrátum, ugye, a mokozódik ugye a, a, az erekben a filtrációs nyomás, a filtráció, ezért generalizált ödéma alakulhat ki. Szisztémás jelek közül például az okokra visszavezethetően például láz, artralgia, pulmonális elváltozások is megjelenhetnek, illetve ezekkel együtt fordulhat elő. Az iniciális fázisban általában, ami óráktól napjukig tarthat, a károsító hatás megjelenésétől függnek a betegek. Ezután lesz egy oligúriás fázis, az általában a GFR csökkenése, és egy hét nappal a károsító hatás után kezdődik, és körülbelül két hétig, vagy akár hónapig is eltarthat. Ilyenkor a vizeletnek a fajsúlya 1010, vagyis a vese képtelen lesz az ozmotikus aktivitás megváltoztatására. Normálisan a vese körülbelül 10 szeresére tudja higítani a szérum ozmolitását, vagyis durván egy 1004 lesz a fajsúlya, milliózmolba kifejezve 30 milliózmol a vizelet fajsúly ilyenkor, milliózmol a vizeletnek a az ozmolítása, míg a koncentráló képesség ugye az 1036 lesz a falsúly, illetve 1200 milliózmolra képes koncentrálni. Ugye először elveszíti a vese a koncentráló képességét, a későbbiek folyamán viszont elveszíti majd a higító képességét, és ugyanolyan lesz az ozmolalitás, mind a szérumban, ezt hívjuk izoszténúriának. De veselégtelenség esetén, amikor nem képes ozmotikus aktivitás megváltoztatására, ezt úgy hívjuk, hogy aszténúria, tehát, hogy nem képes az ozmolalitást változtatni. Normálisan mi is produkálhatunk 300 millió ozmolos amikor ugyanannyi a folyadékbevitel, amennyi a kiválasztás. Ezen kívül megjelenhetnek a vizeletben, üledékben például vörösvértestek, fehérvérsejtek is. További eltérések lehetnek például folyadékretenció, illetve metabolikus acidózis alakul ki, hiszen nap mint nap körülbelül egy olyan 1 millimol per kilogram savas metabolitot választ ki a vese. Ha ez nem történik meg, abban az esetben felhalmozódik, és kialakul egy acidémia, egy metabolikus acidózis alakul ki, általában anionréses metabolikus acidózissal jár. Ezen kívül hiponatrémia, hiperkalémia, amenorrea, kalciumhiány, hiperfosfatémia, illetve a felszabadulás, például a karbamid, a blood nitrogen és a kreatin emelkedésével jár, aztán lehetnek ilyen neurológiai. Ezután következik egy diuretikus fázis, ez már úgy mond, amikor megnő a vizeletnek a mennyisége. Általában ez akkor következik be, amikor hiperfiltráltá válnak ezek a nefronok. Emiatt lehet például hipovolémiás, hipotón az illető, vagy hiporatrémia továbbiakban, mivel hipokalémia és dehidráció alakulhat ki. Ez általában egy-három hétig is eltarthat. A gyógyulási fázis ezt követi, amikor is a GFR szép lassan növekszik, normalizálódik, majd a szírum és kreatinin szint ugye elkezd csökkenni, és legalább egy év kell ahhoz, hogy stabilizálódjon, ez ugye mindenemi beavatkozás nélkül. Manapság azonban már dializálni szokták a betegeket, hogy ezzel is segítsék a felépülésüket. És ugye meg, meg kell azt még jegyezni, hogy a beteg általános egészségi állapota messze menőkig befolyásolja azt, hogy milyen lesz a kimenetele egy noxának, egy vesséreható hatónak. Ha megvizsgáljuk az epidemiológiáját, látjuk azt, hogy a prerenális az a leggyakoribb, kb. 55%-a, míg a, a vesét érintő, tehát renálisak, az is, tiszteszi a legjobb részét mondjuk a 40%-ig terjedhet, és a posztrenális, én obstrukciós állapotok, ez kb. olyan 5-15%-a lesz az összes esetnek. Milyen okai lehetnek az akut veseléktelenségnek és a prerenálisnak leginkább? Először is a vese véráramlásának csökkenése következik be. Vagy miért is csökkenik be? Például a hipovolémia kapcsán. Akár vérzés, folyadékvesztés, folyadékbevitel csökkenése, diurézis kapcsán, ugye beindul egy kompenzációs mechanizmus, egy redistribúció, amelyik által, ugye a szimpatikus tónus fokozásával a vesek kizáródik a keringésből, ugye 20% a percért fogadnak a veséhez megy, és itt nagyon sok folyadékot tud a szervezet megtakarítani. Amennyiben a térfogat annyira lecsökken, hogy már nem képes elég úgymond, perfúziót biztosítani a vesének, abban az esetben alakulhat ki akut vesélytelenség. Hasonlóképpen a hipotónia is, hiszen megfelelő nyomásnak kell ahhoz lenni, hogy a filtráció, illetve a tubuláris keringés megfelelő legyen. Ugye hipotónia például az előbbi beszédben, például a sokkos állapotban, ugye 80 alatt szokott bekövetkezni, hogy a renális keringés lineárisan csökken a vérnyomással. Körülbelül 80-250 km között ugye, állandó marad. Hipotónia kialakulat például a vazodilatáció kapcsán, az előbb említett például a szepszis, vagy disztributív sokban anafilaxia kapcsán, vagy gyógyszeres kezelés kapcsán is aztán a perztérfogat csökken, szívelégtelenség következtében például, ez még volumen többletet is jelenthet, de mégsem tudja megfelelően perfundálni ugye a, a szív, a veséket. Aztán előfordult perifériás vazodilatáció is, ugye általában például anafilaxia kapcsán, ezt előbb említettük, amikor is az illetőnek annyira kitágul a perifériára, hogy ezért kell kevesebb volumen a veséhez. Ez lehet például a fertőzés kapcsán, vérnyomás csökkentő gyógyszerek kapcsán. Aztán az is előfordulhat, hogy megemelkedik a, vaszkul, a, a vesében a vaszkuláris ellenállás. Például acegátlók vagy angiotenzi receptor blokkolók adása következtében fordulhat elő, és teljes egészében ez megváltoztatja majd a filtrációt, illetve a GFR-t. Általában ugye az frs arteriál 60 módosítja az angiotenzin, a vese áramlást, és ennek normál, az a következő ábrákkal, amit bemutatom, ugye a GFR fenntartása szerepel majd akkor, amikor valamiképpen lecsökken az kerigő vértérfogat, ami a vesékhez kerül. Aztán nem szolidás gyulladás csökkentők adása, ez is hathat, hiszen a különösen akkor, amikor a perfúzió lecsökken a vesének, akkor az afferes arterioláknak a dilatációját a prostaglandinok tartják fel, illetve a tubuláris keringést is a prostaglandinok tartják fel, és bizony előede által, renális véráramlát csökkenni fog, és akár tubuláris nekrózis is kialakulhat. Ezt hívják majd, ugye, hogy analgesztikus nefropáti alakulat ki. Mind a mellett, hogy a betegek jelentős részével például akár hiperkalimizáló hatása lesz, ami aztán ugye, aritmiákkal keresztül okoz problémát. Aztán renovaszkuláris problémák, például az arterrenálisnak a stenózisa, vagy fibromuskuláris diszplázia, hepatorenális szindrómia kapcsán figyelhető meg. Aztán különböző altatás, sebészi beavatkozás kapcsán, vagy éppen az előbb említett hepatorenális szindrómia is. A vesérek elzáródása, például két oldali vesére elzáródás hasonlóképpen okoz, ezt mondjuk embólia, vagy akár trombózis is okozhatja. Na most, ha megnézzük a prerenális akut veszélyelégtelenség patamenizmusát, akkor az látszik, hogy elsősorban ugye a térfogat csökkenés következtében, ami akár pangásos szívelégtelenség, vagy májelégtelenség, ez mind fokozza a vessében a vazokonstrikciót, és ez a vazokonstrikció, ugye, ami fenntartódik, az angiotenzin, adrenkbeidegzés beidegzés és a vazopresszén keresztül folyamodik, és ellentétesen belül ugye a reguláló mechanizmusok, a nitrogénmonoxid, a prostaglandinok, amelyek próbálják fenntartani a vesekeringést, és ezeknek az aránya fogja meghatározni, hogy éppenséggel kialakul vagy nem alakul ki veselégtelenség. De mindenképpen egy csökkent GFR-hez fog Na most, ha megvizsgáljuk azt a GFR-t befolyásoló mechanizmusokat, akkor látjuk ugye, hogy a glomerulusok előtt ugye az afferens arteria és az efferens arteriának a dilatációja, illetve a konstrikciója fogja meghatározni a filtrációt, és filtrációs nyomást. Általában a mint említette, konstruktor hatású anyagok, ugye, az endotelén, katekolaminok, tromboxán, illetve kompenzációs dilatátorok, ugye a prostaciklin és a nitrogén monoxid. Na itt lesz az, hogy például a nemszerű gyordás csökkentők eleve az afferens arterióra hatva csökkenthetik a GFR értékét. Az ACE általában normálisan, fiziológiásan leginkább ugye az FRS artériórákra hat, és ugye amikor lecsökken a GFR, akkor az ACE önmagában ugye, angiotenzint fog eredményezni, és egy ilyen kompenzációs konstruktor hatása révén megtartja még a GFR-t, megtartja még a filtrációt, a normális filtrációt. Amennyiben azonban ACE gátlót alkalmazunk, vagy angiotenzin receptor blokkolót, ez a kompenzációs mechanizmus kiesik, és jelentősen fog csökkenni a GFR. Tovább folytatva a prerenális akut veselejtelenség például ugye a renális hipoperfúzió, ami által csökken a véráramlás, illetve a GFR, megnő a filtrációs ráta. A filtrációs ráta ugye azért nő meg, mert relatíve kisebb lesz a vérmennyiség, de az autoreguláció miatt a GFR még nem fog annyira csökkenni, tehát ezért lesz az, hogy kevesebb vérből még normális lesz a GFR mértéke megnő a nátrium és a víznek a reabszorpciója, tehát ugye a nátrium retenció következik be. A nátrium retenció pedig ugye vízretenciót fog eredményezni, vagyis lecsökken a vizeletnek a mennyisége, és a vizeletnek az oszmolaitása magas lesz, kevés lesz benne a nátrium. És amit még meg lehet ilyenkor figyelni, emelkedni fog a karbamin, a bun és a kreatinin aránya. Mindez azért fog bekövetkezni, mert hogy a karbamid, ugye az filtrálódik, de reabsorbálódik is a tubuláris sejtekben. A kreatinin az hasonlóképpen filtrálódik, és inkább még extretálódik, ugye a disztális tubulusokban. Na most amennyiben visszaszívás következik be, tehát fokozódik a visszaszívás, relatíve a Kreatinin ürítés ugye nem változik annyira, de a karbamid az csökkenni fog, és ezáltal a szérunk karbamid mennyisége magasabb lesz. És ebből az arányból, tehát ez magasabb lesz, mint 20, tehát 20 az 1-hez körülbelül. A vizelet általában origúliás lesz, kevesebb, mint 500 ml, de lehet normális is. Emelkedett a vizelet, koncentráci emel, a vizelet ö, ö, koncentrációja, ugye hivel több nátrium szívódik vissza, ezért a faj súlya, ugye, koncentrált vizeletet lesz, tehát 1020 fölé fog emelkedni. Igazolható a vese takarékossága is, ugye a vizeletre nátrium mennyiség az kevesebb lesz, mint 20 millimol per liter, és ez a frakcionált nátrium exkréció, ez pedig 1% alatti érték lesz, és semmit se találunk az üledékben, ami azt mutatná, hogy a vesében valamilyen elváltozások következnének be. Erről a későbbiekben szólok majd. Beszéljünk egy kicsit erről a frakcionált nátrium exkrécióról. Ez voltaképpen éppen azt fejezik ki, hogy a filtrált nátriumból mennyi exkretálódik, tehát a nátrium kiválasztást hasonlítjuk össze a GFR-re. Amennyiben ugye nátrium retenciónk van, ezáltal kicsi lesz ez a szám, tehát az üritett nátrium mennyisége kicsi lesz ahhoz képest, amennyi a GFR, amennyi a filtráció lenne. Ugye, ezért egy ez nagyon jó kis meghatározás arra, hogy eldöntsük azt, hogy ez éppenséggel most tényleg egy prerenális, illetve renális okra vezethető vissza. Renális esetben, amikor tublális károsodás van, nem tud visszaszívódni a nátrium, ezért ez az arány, ez 3%-nál is, tehát 0,03-nál is magasabb A posztrenális akut veselégtelenségnél egy obstrukció következik be. A vizeltervezető rendszer elzáródik, ezáltal pangás alakul ki, és hidronefrózis jelenik meg. Tehát attól függően, hogy az obstrukció ez hol van, lehet például a felső traktusokban, az uréterekben, illetve az alsó traktusokban, a húgyhója kimeneténél, élve az uretránál. Az obstrukció foka szerint lehet az, hogy teljesen elzáródik, de lehet az is, hogy csak részlegesen záródik el. A posztrenális akut veselégtelenségnél ugye az obstrukció helye szerint megkülönböztettük intrarenális obstrukciókat, például akut vesekő nefropátiákat, vagy éppenséggel gyógyszerek is okozhatják azt, hogy a vesében alakul ki az obstrukció, például az aciklovír hatására fordult elő. Extrarenális pedig lehet például a vesemedencében vagy az uréterekben, kő, rög, daganat, papilláris nekrózis, vagy retroperitoneális fibrózis okozhat ilyen elváltozást, de lehet például a húgyhólyakban is, amikor egy benignus prostata hipertrófia, vagy éppen neurogén hólyag, vagy az ürítési problémák jelentkeznek, vagy prostata karcinoma, vagy például egyéb gyógyszerek, triciklikus antidepresszánsok, gangionblokkolok is okozhatnak ilyen ürítési problémákat. De tumor, kövesség, vérzés, rög, ez is okozhat például egy hólyagban történő elzáródást. Aztán uretra szűkület például, ha eleve beszűkült például egy érnyomjel, valamilyen alatomi elváltozás kapcsán, de lehet tumoros, vagy éppen sebészi lekötés, például egy hiszterektómia kapcsán, vagy egy műgyeszét beavatkozások kapcsán jelentkezhetnek ilyenek. Na most, ha kozva, megnézzük a lefolyását ennek a posztrenális, vagy obstruktív veselégtelenségnek, kezdetben mindig megnő az intratubuláris nyomás, aztán először nőni fog ugye a versenynek a véráramlása, de későbbiekben ez le fog csökkenni, hiszen a filtrációs nyomás is le fog csökkenni, és később normális intratubuláris nyomás lesz, de a vese véráramlása jelentősen csökken. Na most a klinikai megjelenése tekintetében nagyon eltérő lehet. Általában nagyon korjelző, ha megváltozik a vizeletnek a mennyisége, de nagyon gyakran ezt nem jelzik a betegek. Lehet anúria, vagy poliúria, noktúria, változó vizeletmennyiség, nehezen induló vizelés, nem pisilünk olyan messze, mint ahogy ke szoktunk régebben, de például lágyéktáji fájdalom, hematúria, kismedencei malignitás az alamnézésben, ez is felhívhatja a figyelmet arra, hogy az illetőnek a vesje is érintett lehet ha például fizikálisan a szuprapubikális részen egy terimét találunk, vagy a posztata megnagyobbodást indikáljuk, vagy találjuk meg kismedencei terimét, vagy adenopátiát, vélünk felfedezni nyirokcsomó megnagyobbodásokat, ez is utalhat arra, hogy valamilyen posztrális okra vezethető vissza ez a veselégtelenség. Na most a diagnózis meghozata szempontjából, például, hogy az ebből említett karbamid kreatin arány lényeges, ha ez 20 fölött van, akkor az nagy valószínűséggel ez nem egy prerenális, hanem egy poszt vagy éppen renálisok ok miatt következik be. Az üledék az nem kórjelző, attól függően mi okozza természetesen, ha kő okozza, akkor lehet hematúria az illetőnél vagy tumornál, és változó lehet a vizetnek a kémiája. Az ürítés utáni hólyagretenció viszont megnő, akár ultrahanggal, vagy diagnosztizálva, vagy akár katéteres vizsgálattal, ezt mind ki tudjuk mutatni. CT, nukleáris medicina segíthet ennek az eldöntésébe, illetve pilográfia, vagy éppen egy anterográd nefrostróma is segíthet ennek a kiszedésébe. Intrinzik akut vesekárosodás, amikor a vesében vannak a problémák, ez lehet ugye preglomeruláris, illetve glomerulális. A preglomeruláris például egy embolus, és nem keverendő össze a prerenális Ez a vesén belüli, úgymond a glomerulus előtti érszakaszt érinti. Lehetnek kristályok, vagy éppen aterosklerotikus plak által történő elzáródás, de lehet például a immunológia, a trombotikus a mikroangiopátiák következtében, ugye a hús vagy a TTP, a vesi formája is okozhat ilyen elváltozást glomeruláris, általában vasculitisek következtében alakulnak ki. Nagyon sokfajta, és nagyon sokfajta beosztás létezik ebből, de lehet például antiglomeruláris bazálmembrán betegségek. Hát ez nem igazán csak a vesére lokalizálódik, általában a tüdők is érintettek. Például posztstreptokokkális glomerulnefritiszek, vagy Goodpasture szindróma. Aztán lehetnek olyan nefritiszek, ami például az antineutrofil citoplazmatikus antitest glomerulonefritisze, ankopozitív pozitív glomerul ez a Wegener glomatózis például, vagy a Church Strauss szindróma, vagy eozinofil emelkedésével, vagy mikroszkópos poliangitis következik be. Aztán az is lehetséges, hogy immunkomplexek rakódnak le ugye a glomerulális glomerulásokba, például esele kapcsán, vagy posztinfekciós állapotokban, krioglobulinémiánál. IGA vasculitiszek, ugye itt van a Schönlein-Henok purpurához tartozó, ami érintett ugye a periféria is, és a vese is, de a vesér lokalizált formája ennek úgy hívják az IGA nefropátia, vagy Berger betegség, elég gyakori, szó se róla, tünetében ugye mikroszkópos hematúria van, és jellemzően ugye nefritis lesz. Vagy elsődleges membránproliferatív glomerol nefritis, az is okozhat ilyen problémát. A nefritis általában azt lehet mondani róla, hogy a tüneteiben, ugye klinikai tüneteiben proteinúria alakul ki, Általában ez nem nagyon szokott 3 g per nap fölé emelkedni, akkor már nefrózis inkább, de mindenképpen a gyulladás dominálja a kórképet. A másik, hogy hematúria van. Ugye jelentéte a nefrózisban, ugye a glomerulonefritis, illetve a nefrózis szindrómák, ezek klinikai együttesek, és nagyon sokfajta betegség okozhatja. Ezt patológiából megtalálták már. Ha most... Vannak olyan betegségek, például az esele, a mind kettőt okozhatják. Az, hogy melyik a jellemző tünet, illetve milyen mikroszkópűzállás, vagy mikroszkópos tüneteket, vagy illetve gyulladás tüneteket indukál, vagy nem indukál, vagy találunk, attól függően tudjuk beosztani. A nefritisre általában az jellemző, hogy hematúria van, vörösvértes cilinderek vannak, hiszen a glomerulusból ered ugye a vérzés, a vérnyomás emelkedik, magas szinten szokott lenni a vérnyomás, GFR csökken, azotémia alakul ki, tehát a nitrogén tartalmú anyagoknak a felhalmozódása, és ö, fehérje ürítés, de ez nem szokott olyan nagy mérvű lenni. Ellentétben a nefrózissal, amikor is 3 g per nap feletti lesz a fehérjörítés, hematúria nincsen, nincsenek vörösbértes cilinderek, maximum lehetnek hialény cilinderek a fokozott fehérjörítés kapcsán, és attól függ, milyen ok okozta, például egy a multiplex kapcsán jelentkező nefrózis szindrómánál, ugye a Ben Jones fehérjék, a könnyi láncok okozzák ezt a, a És mindenképpen általában, és még ami nagyon lényeges nefrozisnál, hogy hiperlipidémia alakul ki, ellentétben a glomerefritiszeknél nincsen hiperlipidémia, ugye a koleszterin szint fog megemelkedni nefrózis szindrómában. Ennek elkülönítésére mindenképpen egy biopszia szükségeltetik. Ha tovább nézzük az inter, intrinzik akut vesekárosodást, Következő glomerulus után jönnek a tubulárisok, és a tubuláris nekrózis. Ez például iszkémia kapcsán alakulhat ki. Ugye általában a tubuláris keringésnél az venusz oxigén differencia nagyon kicsi. Ha lecsökken a keringés, a tubuláris keringés, akkor ez a szakasz érintett leginkább, ugye vastag szegmentum, hiszen ott van a legtöbb aktív csatorna, pumpa működés, rengeteg ATP kell hozzá, és ha éppenséggel nem következik, vagy nem tudjuk fenntartani megfelelő keringést, akkor súlyos nekrózis alakulhat ki, akár sok kapcsán, hipotónia kapcsán. És megjelenhetnek, ugye a vizelet üledékben, később beszélünk róla, majd granuláris cilinderek is. Aztán kiserektrombózis, előbb említett TTP, hús vagy embólia is kialakíthatja. De lehetnek toxikus anyagok, nagyon gyakran toxikus anyagok. Például a hempigmentek, mioglobin vagy hemoglobin, mieloma könnyű lánca is lehet, vagy kristályok, tumorlízis szindróma kapcsán jelentkezhet. De lehet exogén is, például a gyógyszerek indukálta, akár a lítium, amfotericin B, vagy rádiókontasztanyagok nagyon lényeges, ugye amikor például a vessében akár a GFR meghatározásra, vagy akár valamilyen érfestésre kontasztanyagot használunk, nem szabad elfelejteni, hogy ez toxikus a vesére. Aztán nehéz fémek is okozhatnak ilyet. Kristályok, nagy dózisú C-vitamin, ha nem megfelelő a, vize, a, fehé, a a vízbevitel bizony annyira koncentrálódhat, hogy tubláris károsodást okozhat. De a ciklovír például hasonlóképpen, vagy etilén glikol fogyasztása kapcsán jelentkező, ugye oxással kristályok is tönkretehetik a tubulusokat. Aztán lehetnek például intersticiális károsodás. Ez ugye a gyógyszerek, penicillinek, cefalosporinok, nem szolidális csökkentők, protonpumpa gátlók, infekció, pielonefritis kapcsán, vírusos nefritiszek, vagy nefrokalcinózis alakul ki. Allergiás esetekben is okozhat ilyen intersticiális gyulladásokat. Vagy szisztémás megbetegedések hasonlóképpen érinthetik a vesét és a vesintestíciumot. Például a Sjöngren szindrómában, szarkoidózisban, eselében, linfomáknál, leukémiáknál. Egy csomó olyan betegség van, amely az intestícium károsodásán keresztül okoz veselégtelenséget. Ha megvizsgáljuk ezeket az okokat, tehát ugye vaszkuláris, interstitiális, tubuláris, ezek egymással összefüggnek, jó lehet más ugye a domináns képük, ugye a histológiai képük, de ezek el, hogy mondjam, egymással összefüggnek. Hasonlóképpen például egy vaszkuláris elváltozás tubuláris károsodást okozhat. Tubuláris, vaszkuláris tudja elősegíteni. Vagy éppensége az interstitiumnak a befolyásolása ugyanúgy megfigyelhető mind a három esetében említettem, hogy nem minden akut veselégtelenség jár oligúriával vagy anúriával. Mi lehet ennek az oka? Néhány egészséges nefronban ilyenkor a teljes a filtráció, de alig van reabszorció. Ugye a napi filtrációs menny mennyiség az kb. 180 liter, és ebből csak 1,8 litert fogunk kiüríteni. Tehát nagy 90%-a visszaszívódik. Ha nem szívódik vissza bizonyos nefronokban, mondjuk ez a filtrátum, az bizony oda vezet, hogy nem hogy csökken, hanem emelkedni fog a vizetek a mennyisége. Csökken a meduláris ozmotikus koncentráció, ugye csökken a vízretszorció. Ennek kapcsán ugye nem tud a grádiens kialakul, nem tudunk koncentrálni. Rengeteg oka lehet ennek, de leggyakrabban nefrotoxikus károsodások okozák. Ha összehasonlítjuk a nem oligúriás betegeket és az oligúriásokkal, azt tapasztaljuk, hogy a nem oligúriás általában szignifikánssal alacsonyabb a vizet nátrium és a frakcionált nátrium is Rövidebb ideig vannak a kórházban, kevesebb a szeptikus esemény, a neurológia eltérés is kevesebb, gastrointestinális vérzés vagy acidémia is. És kevésbé szorulnak dialízisre, és alacsonyabb a mortalitásuk is itt a táblázatban van összefoglalva, ezt majd át lehet vizsgálni, át lehet nézni, hogy mi lesz a különbség egy oligúriás és egy nem oligúriásra, az incidenciát tekintve, vagy éppenséggel a toxin, vagy az a vizeletmennyisége, vagy a nátrium ürítés kapcsán. Ugye az akut diagnózisában segítséget nyújt a szérum, karbamid és kreatinin szint. Amennyiben ez az arány a karbamid kreatinin értékek 10 alatti értéken vannak, abban az esetben renális betegségre gondolhatunk, tehát renális okokra és parenhimális okokra gondolhatunk. Amennyiben pedig prerenális, akkor ez az arány nagyobb, mint 20. Természetesen a vérkép, perifériás keret, szerológia is segíthet, illetve a vizet vizsgálatában ugye a fakcionált nátrium kiválasztás, ha 3% fölött van, az általában intrinzik veselytelenség. Ha 1% alatt van, az prérenális. Barna cilinderek előbb említettem, az akut nekrózisban jelennek meg. Aztán lehetnek fehérvérsejt cilinderek is, az általában akut intersticiális, nefritiszekre jellemző vagy, megtalálható például pielonefritiszben is sokszor. Vörösvértest szilindelek akut glomerulális nefritisekbe fordulhat elő. De a vizelet elektrolitok megmérése, ultrahang, ö, ö, vizsgálatok, aztán szarológiai vizsgálatok, ANA, ANKA, anti-DNS, hepatitis BC, antiglomerulális elanyagok, krioglobulin, egy csomó más anyag vizsgálata is segítséget nyújt ahhoz, hogy mi lehet a veselégtelenség oka. Ugye az elején beszéltünk arról, hogy mi a különbség a krónikus és az akut között, tehát most a krónikus következik, ez, ez egy progresszív, érzeverzés folyamat, és ugye folyamatos nefronvesztéssel jár, ami nagyon lényeges, hogy bizony a diagnózisa nehéz, és nagyon gyakran akkor következik be, amikor már 75%-át is elvesztette a vese a funkciójának. Na most... Ugye egy progresszív folyamatról van szó, a krónikus vesefunkció romlásról. A végtermékeket nem tudja rendesen kiválasztani, nem tudja eliminálni a plusz vizet, elektrolitokat, és emellett azonban még a hormontermelés is károsodik, hiszen parenhimális károsodás van. Ugye az szintje lecsökken, renin szint le fog csökkenni, prostaglandin szint csökkenni fog, a D-vitamin szintézis, egy hidroxiláz aktivitás van a vesében, az is le fog csökkenni, tehát egy nagyon széles hatással fog ez együtt járni. A diagnózis felállításához szükséges például vagy, és vagy ugye alapon a parenhima károsodásnak a kimutatása, például a patológiás elváltozások kimutatása, különböző markerek megléte, akár vér, vizelet, vagy képalkotó vizsgálatok, illetve a GFR csökkenésnek a meghatározása, ami három hónapon keresztül legalább egy 60 ml per perces GFR alatt van. Figyelembe kell azonban kísérni, hogy általában idős embereknél, ugye a kivált akkor, ha nem isznak eleget és kiszáradnak, Alacsonyabb lehet a számított GFR, tehát a bun érték, illetve a kreatinin érték is megnövekedhet ilyenkor vizsgálatokkor. Általában a bun sokkal érzékenyebben nő meg hipovolémia kapcsán, mint a, a kreatinin értéke. Hát ezért van az, hogy legalább három hónapon keresztül kell követnünk a GFR-t, és akkor tudjuk csak igazán diagnosztizálni a GFR csökkenését. Na most a krónikus vesejtés stádium beosztása ugye általában a GFR alapján történik. Normális a filtráció, ha 125 per milliter ugye, a filtrált mennyiség. Általában a kreatin clearance alapján határozzák meg, nem egyszerű megmérni a GFR-t, szó se róla, és nagyon nem is csinálják, majd ki fogok térni a következő diánál. A végstádium a pedig akkor beszélünk, amikor a GFR értéke lecsökkent 10, 15 ml per perc alá. Nézzük meg ezeket a stádiumokat. Az egyes stádium általában, eh, amikor még a GFR nem hogy csökkenne, inkább emelkedett. Hiperfiltráció van, és ennek kapcsán a vese méret megnövekszik. A második stádium, glomerulális károsodás alakul ki, és itt már kimutatható mikroalbuminúria megléte. Ez azt jelenti, hogy az összfehérje még mindig normális tartományban van, de annak az albumin mennyisége relatíve megnőtt. A harmadik stádiumban, amikor az albumin ürítés mértéke már nagyobb, mint 200 mikrogram per perc, a szérum kreatin szintje nő, és a karbomid szint is elkezd emelkedni, és bizony már a vérnyomás is emelkedni fog. A negyedik stádiumban a GFR a 75 ml per perc alá fog csökkenni, konzekvensen. Proteinúr jelenik meg, vérnyomás emelkedés továbbra is megvan, és továbbra emelkedik még a kreatin és a karbomid értéke. Az utolsó stádiumban, a végstádium a vese kialakulásánál, vagy end stage renal diseases, ahol már az GFR 15 m per perc alá csökken meg, és ilyenkor már dializálni is kell az illetőket. Most az első stádiumtól a negyedik stádiumba általában 17 év alatt jut el egy egyes típusú diabéteszes beteg. Az ötödik stádium kialakulásához pedig, tehát a negyedik és az ötödik közötti részhez általában 23 év szükséges, hát mi ezt összevetjük, egy ez kb. 40 év az, amire kialakul egy végstádiumú vese. Na most, ugye a GFR nagyon lényeges. Hogyan lehetne megmérni pontosan a GFR-t? Hát lehetne inulinnal, ugye ja, élettomból tanultunk inulinnal, de ezt nem mérik a klinikumban. Alkalmaznak még úgymond kontrasztanyagot, de ez viszont vesekárosító hatású, ezért nem szeretik alkalmazni. Azon lehet még kromettával is megmérni, de ehhez megfelelő felszerelés, megfelelő környezet, ezért nem nagyon szokták ezt meghatározni. Ha nagyon kell, akkor kreatinin clearance-t mérnek meg 24 órás gyűjtött vizelettel, abból megmérve a kreatinin térfogatot, illetve a vérnek meghatározni a kreatinin szintjét, ebből lehetne kiszámolni a kreatinin clearance-t. Ugye a kreatinin kiváltképp nem alkalmas meghatározni a GFR-t, különösen akkor, amikor beszűkült már a vese funkciója az illetőnek, mert hogy a kreatinin exkretálódik a disztális tubulusokban, tehát mindig túlbecsüli. A, norm, a meglévő GFR értéket, és ez, ez kb. 10%-a fog ott ürülni, ezért, amikor már tényleg valakinek beszűkült a vesefunkciója, funkciója, ez nem alkalmas rá. Cimetidinnel ezt még lehet korrigálni, de inkább becslik, ez az EGFR, nagyon sokfajta formula ismert, ami leginkülönböző különböző vesebetegségben különböző formulát használnák. A legelfogadottabb ez az MDRD, ez az, amit minden egyes vizsgálatnál ki is írnak, meg is tudjuk nézni. Aztán krónikus veselégtelenség általában akkor le, az, hogy 80%-os GFR csökkenés is kialakulhat. A maradék nefron pedig kompenzatorikus hipertrofiát szermel, végezetül pedig szisztémás minden szervet kielé, hogy mondjam, érintő megbetegedés alakul ki. Nagyon lényeges, mert ha azt veszük, évente körülbelül 70 ezer ember hal meg krónikus veselégtelenségből, és ez azt jelenti, hogy egy millió új esetből kb. 150-200 eset, a mortalitása az elég magas, egy a 20%-os mortalitásra vehető a krónikus veséregtelenség. Milyen okokra vezethetők vissza? Látszik az ábrából, hogy a legnagyobb többségében a diabeteses okok vannak. Aztán glomerulonefritiszek, hipertónia például, és egyéb okokra is visszavezethető, de a leges leggyakrabban a diabétesz áll a háttérben. Most hogyan alakul ki? Ugye nagyon sok fajtókok lehetnek. Nagyon sok olyan tényező van, ami elősegítheti a progresszív veselégtelenség kialakulását. Először is, az alacsony születési súly. Ugye a 2400 g alatt születetteknek eleve kevesebb a nefronjuk, ezáltal nagyobb esély van arra, hogy életükben még elérik azt a pontot, ahol már nem elég a nefron ahhoz, hogy megfelelő legyen a vesének a funkciója. De hasonlóképpen például diabetes, ugye a másik, hipertenzió, elhízás, életkor. Életkor a szép lassan, 40 év után folyamatosan csökken ugye, a nefron számunk és a gfr ünk De minden egyéb plusz olyan dolog, amelyik ez, hogy mondjam, fokozza ennek a beszükülését, fokozza a progresszióját, az oda fog vezetni, hogy még korábban ki fog alakulni ez a krónikus veselégtelenség kapcsán kialakuló végstádiumi vese. Diabetes. Hogyan károsítja az ereket? Hát lehet ugye, hogy a diabetesben a megemelkedett glükószint az egy ilyen glikációt okoz, és ez a glikáció ugye fokozza ez az advanced glycation end productokat, az h fehérjéket, ezáltal megváltoznak egyes génexpressziók is, illetve az intercelsi átuteli utak is megváltoznak. Megváltozik a bazálmembrának a vastagság, ugye folyadék, vizet fog abszorbálni. Aztán alternatív glükózlebontási utak aktiválódnak, amelyek megváltoztatják az, oxidált és a redukált nadnak a mennyiségét. Például a szorbitol kapcsán ugye, rengeteg nadh keletkezik, miközben glükózból szorbitol, majd abból fruktóz képződik. Ugye, amikor visszaalakul ugye, az oxidált formában a akkor viszont szabad képződésén keresztül szövetkárosodást okozhatnak. Aztán a progresszív Először is a glomerális hiperfiltráció van, amely egyrészt a glükózból, az oszmotikus diurézis kapcsán is figyelhető meg. Ez ugye vese térfogat növekedést fog kiváltani. Aztán intermitáló mikroalbuminémiai alakul ki. Aztán glomeruláris, körök, glomerulális léziók figyelhetők, meg ugye a bazálmembrán megvastaxik. Előfordulhat az, hogy terhelésre jelentkezik mikroalbuminémia a betegeknél. Általában a kezdete után, diabetes kezdete után 18-24 hónappal alakul ki általában, és 4-15 évig tarthat ez a korai glomerulális lézió kialakulása, kiváltképp akkora nem megfelelő ugye, a cukorháztartás kontrollálása. Ezután következik a mikroalbuminémiás stádium, amikor is az albumin, ültett album mennyisége a napi körülbelül 30-300 mg mérték között van. A GFR itt még mindig normális, de már más szervek, például a szem vagy a és a nagyerek elváltozása is megfigyelhető ilyenkor már. Aztán a klinikai nefropátia általában a későbbiekben jelentkezik, amikor az albuminúria is bekövetkezik, tehát 300-500 mg per nap lesz a GFR csökkenni kezd, és mindegy 1 ml per perc per hónapos csökkenő tendenciát tud mutatni. Nefrózis szindróma is kialakulhat, olyan masszív proteinúria lesz, ami kb. 3,5 g fölötti. Ennek kapcsán kialakuló hipalbuminémia, generalizált ödéma és hiperlipidémia is kialakul, ez a tipikus nefrózis jelek. Aztán a legvégén ugye a végstádiumú vese alakul ki, általában a betegek 30-40 százalékánál mindegy 20-30 év után. A nefrózis szindróma kialakulás után pedig csak 2-3 évvel, tehát ha valakinél már nefrózis szindróma alakul ki, akkor relatíve hamarabb bekövetkezik a végstádiumú vese. A kettes típusú diabetes esetében már nem annyira meghatározó ez, mint az egyes típus esetében, de a általában a kialakulása ismeretlen is. A diagnóziskor már 20-30% a betegeknek mikroalbuminúriás, és magasabb például a kockázatot mutatható ki, például amerikai feketéknél, spanyoloknál, primaindiánoknál megfigyelhető ilyen, hogy sokkal inkább érzékenyebbek a krónikus veselegtelenség kialakulására. Mi lehet az oka? Ugye diabéteszről beszéltünk már, most beszéljünk a nem diabéteszes okokról. Például glomeruláris károsodás, nefritiszek. Ugye például a ponsztifekciós glomerulonefritiszek, IGA nefropátia, beszéltünk már róla, vagy membránproliferatív glomerulonefritiszek, nefrózisban a fokális, fokális szegmentális glomerulosklerózis, vagy membranózus elváltozások, az amiloidózis lehet tubulointestinális, például analgéziás, analgetikumok használatakor, reflux, krónikus obstrukció, vaszkuláris lehet, különböző vaszkulitiszek, hipertónia, uh, reni re szisztémának befolyásolása aztán lehet cisztikus okok, amikor például az autoszomális dominás, policisztás, vesebetegség öröklődő fajtája alakul ki, az is tönkreteheti szép lassan a vesét. De kialakulhat ez, mint transplantáció kaptán, immunválasz következtében kilökődési reakcióként. Klinikai megjelenésében hasonlóképpen az akutnál csak lassabban jelentkezik, karbamid, kreatinén felszaporodás, fenolok, hormonok, elektrolitok, víz, egyéb anyagoknak a retenciója, és előbb-utóbb az urémia kapcsán, amikor a nitrogéntartományok annyira megnövekednek, az elvezet egyik részére is kiterjedő tünetek alakulnak majd ki majdnem minden szervet érinti, ha a vese kiesett, tehát mind a központi idegrendszert, kardiovaszkuláris rendszert, gastrointestinális rendszert, endokrin rendszert, a metabolikus képességünket, a hematológiai anyagokat, a látás, tüdő, különböző bőrtünetek, perifériás neuropátiák alakulhatnak ki. Ezek közül egy-kettőt veszek csak górcső alá, amivel bemutatom azt, hogy milyen, mi okozza, és illetve miért jön ez létre. Például a húgyuti rendszer esetében, ugye poliúria, vese koncentráló képességének az elvesztése, főleg éjszaka lesz fokozott vizeletmennyiség. Ugye lesz az aszténúria, amikor nem képes a vese befolyásolni az oszmolaitását. Aztán oligúria alakulhat ki, amikor a vizeletnek a mennyisége lecsökken és leginkább ez mind akkor, amikor a krónikus veselejtelenség romlásával párhuzamosan jelenik ez mind meg. Aztán legvégén, ugye, amikor már az end stage lesz, akkor vizeletnek a mennyisége olyan kicsi lesz, hogy anúriáról is beszélhetünk. Metabolikus zavarok. Ugye a GFR csökkenése miatt és a metabolitoknak a visszaszívása miatt kialakulhat az, hogy a kreatinin karbamid mennyisége, kálium mennyisége, proton mennyisége emelkedik meg. Arra kell figyelnünk, hogy a bun értéke az nem csak veselégtelenségben, de fokozott fehérjebevitel esetén is megnövekedhet. Kortikoszteroid adásával, láz, katabolikus folyamatok esetén is. Aztán ennek kapcsán jelentkezik majd letargia, kimerültség, fejfájás, lassú gondolkodás. Ö, aztán károsodik a szénhidrát metabolizmusa. Ugye inzulinrezisztens is lehet az illető. Urémiás, diabetes és betegben kevesebb inzulin kell, hiszen a vesén keresztül inzulin kiválasztás és metabolizáció lecsökken magasabb lesz a betegeknek a triglycerid szintje, ugye hiperinzulinémia hatására a máj triglycerideket fog termelni, növekedni fog a VLDL szint, azonban a lipoproteolipáz aktivitása csökken, ezért egy hipertrigliceridémia alakul ki leggyakrabban krónikus veseelégtelenségben. Aztán a kálium hiperkalémia alakul ki legsúlyosabb elektrolit zavar, amit a vese okozhat, aritmiát indukálhat, a tahi aritmiát, fibrillációt például. Csökken a kiválasztás a vesében, ugye a sejtkárosodások kapcsán különösebb, például a citosztatikumok adásával, vagy vérzés, vagy metabolikus atidózis, evés gyógyszerek kapcsán ez fokozódhat. A nátrium először normális, vagy alacsonyabb lesz, de ezt változhat ugye a kiválasztási retenció miatt is, abban az esetben, a napjürítés nagyobb, mint 20 mm per liter, általában a vesén keresztül ez a nátrium kijürít, pátrium veszítés például. De vízretenció, ami kialakul, ödémához, hipertenzióhoz, illetve szívelégtelenséghez vezethet. Lényeges ugye a foszfátürítésnek az elmaradása. Ezáltal a szérumkalcium lecsökken, az ionizált kálcium lecsökken, és renális oszteodisztrófia alakulhat ki. Ugye a metabolikus acidózis vese képtelen kiválasztani az említett, ugye 1 millimol per kilogramm savat. Aztán a bikarbonátnak a reabszorpciója, illetve a generációja is csökkenni fog, ezért lesz metabolikus acidózis a betegeknek. Aztán anémia. Ugye az eritropoetin elválasztás csökkenés miatt ez anémiához vezet, méghozzá normocitár, normokrom szokott vezetni. Vérzékenység a trombocita funkciókárosodás miatt alakulhat ki. Hajlamos lesz a beteg az infekcióra. Ugye leukocita funkciókárosodás szokott lenni, megváltozik az immunválasz, csökken a gyulladásos választ. Gyakorabban alakulnak ki például tumorok, malignus tumorok is gyakrabban alakulnak ki, tüdő, emlő, uterus, egyéb tumorok kardiovaszkulális rendszer, ugye hipertenzió, szívelégtelenség, parkamrépetrófia, ödéma, perifériás ödéma, ritmuszavarok, urémiás perikarditis alakulhat ki például ilyen betegeknél gyakran. Respiratorikus rendszer nagyon gyakran disznoé, kuszmó légzés alakul ki a metabolis acidózisra, pulmonális ödéma lehet, urémiás pleuritis alakulhat ki, vagy pleurális vérzés. Növekszik a infekcióra való hajlam, respiratikus infekcióra a hajlam. Csökkenhet a kölgési reflex, és egy tüdő alakulhat ki. Gastrointestinális rendszer általában minden része érintett, a oka a magas kreatinin szinten, nyálkártya kifekélyesedés, gastritis, is. lesz a lehellet, gastrointestinális vérzés, ugye a funkció zavarai miatt is kialakult, anorexia alakulhat ki, hányinger, hányás. központi degrendszer. Általában a progressziókor jelenik meg, csökken a koncentráló képesség, mentális retardáció alakulhat ki, nyugtalan lábszindróma, izomrángás, kóma, dialízis és enkefalopátia, vagy perifériás neuropátia alakulhat ki, általában nitrogén tartalmú végtermékek, elektrolit egyensúly zavarok miatti, metabolikus acidózis, axonatrófia alakul ki, demionizáció figyelhető meg ezeknél a betegeknél. Csontizomrendszer. Ugye renál és oszteodisztrófia alakul ki, csökken az aktív D-vitamin szintünk, csökken a kálcium felszaporodása, illetve növő foszfát, csökken az ionizált kálciumnak a mennyisége. Másodlagos hiperparatirózis alakul ki, malnutríció lesz. Általában a vas és az alumínium túlterelés is kialakulhat ilyenkor, nem tudjuk annyira kiválasztani. Gyenge, könnyen törő csontok alakulnak ki a végstádiumú veseben például kettes típusú csontkárosodást okozhat. Két típusú lehet, két típusú csontkárosodás alakulhat ki. Az osteomalácia illetve az osteitis fibróza alakulhat ki. Metasztatikus kalcifikáció, izom, tüdő, bőr, gastrointestinális, a szemet érintő kalcifikáció. A következő ábrán elmagyarázom, hogyan. Ugye van egy veselégtelenség, lecsökken a GFR, ezáltal csökken a foszfát exkréció, vagyis megnő a szérum foszfát szint. Ha megnőtt a szérummal a foszfátszint, azáltal csökken az ionizált kalcium szinten. Ha csökken az ionizált kalciumom, ugye, a másik oldalra menjük, nem csak, hogy az aktív D-vitamin szintézisem csökken, és rossz lesz a kalcium, illetve a felszívódás, és ezáltal csökkenne a szérum de magában még az emelkedett foszfát miatt is csökken. És az emelkedett foszfát ráadásul befolyásolhatja ugye a D-vitamin szintézist, hiszen gátolja az egyhidroxiláz aktivitását, tehát tovább fokozódik a folyamat. Megnő a parathormon szintje, parathormon fokozza az osteotitis oszteot fibróz alakul ki például. A csontnak a demineralizáció következik be, aztán a malácia lesz. És mivel megnőtt a szérumban a, a kalcium, illetve a foszfát is, ez pedig kalcifikációs fog vezetni, tehát szöveti kalcifikáció alakulhat ki. Bőr. Legszembetűnőbb változások az, hogy általában a betegeknél szürkés-sárga színű bőr, ugye májbetegeknél sárgák lesznek, egy a szürkés-sárgás lett különböző pigmek anyagok abszorpciója, retenciója következik be. Viszketés, hideg intolerancia, száraz sápadbőr, száraz töredezett haj, vékony körmök, petechia lesz, echimózis alakulhat ki, összefolyások, ilyen vérzések. Reproduktív rendszer, infertilitás mindkét nemben, libidó csökkenés, spermatogenezis csökkenés, szexuális diszfunkciók jelentkezhetnek endokrin rendszerben leginkább a hipotireózis alacsony T3, T4 szinttel figyelhető meg. A krónikus vesekárosodásnak általában, hogy mi az az oka, mi az, ami előre viszi, a patogenezisében mik ezek az urémiás toxinok, általában ismeretlen, nem tudjuk pontosan a progressziót, mi váltja ki. Feltételezték azt, hogy különböző urémiás toxinok vannak, általában ezek ilyen molekulású anyagok, például a karbamét, kreatin, húcsav, guanidinek, fenolok, aminok, indolok aztán lehetnek például a parathormon, ugye megnövekedett szintje, vagy beta-2 mikroglobulin, nagy ezek mind összefüggésbe hozták már, de Isten igazából még nem tudták igazolni ennek a direkt vesekárosító hatását, de feltételezhetően, hogy ezek több komponensű folyamat az, amelyik oda vezet, hogy a vesekárosodni fog. Aztán van például az intak nefron hipotézis, milyen hipotézisek vannak. A végső közös út ugye hemodinamiklag mediált glomeruláris károsodás. Szép, lassan el fog fogyni a glomerulus, és ezáltal szűkül be a folyamat. Aztán a másik ugye az a trade-off hipotézis. Erről volt az, hogy a vesekeringés csökken, ezáltal a kalcium csökkenés, foszfátretenció következik be, parathormonszint, másodlagos hiperpratirózis, csontszív, érrendszer, idegsérülés. Aztán hipertónia, kompenzatorik tubuláris hipertrófia, vagy vesetubulus hipermetabolizmus figyelhető vagy. Egyéb citokinek is, lipidzavarok is. De ez mind-mind-mind kimutatták már az, hogy ezeknek szerepe lehet a krónikus veselytelenség kialakulásában. Tehát a patomanizmusban először is van glomerulus károsodás, akkor valamiképpen adaptálódni próbál, hogy ez a nefron és a vese hiperfiltrálódnak az egyes nefronok, az éppen maradt nefronok. Aztán a glomerulus plazma áramlás fokozódik, hidraulikus nyomás fokozódik, évneftor, hipertrófia alakul ki hiperfiltrációval és szklerózissal, tehát fokozódni fog ugye a tönkre menetele az egészséges, úgymond nefronoknak. Legfontosabb dolgok. A vesebetegek, a vesebetegséget úgy lehet kezelni, mint egy csendes gyilkos. A tünetek észlelésekor akár már 70%-os funkcióromlás is fennállhat. Ha a vesefunkció legalább 50%-át elvesztett az illető, akkor ugyanakkor az esélye van a betegnek kardiovaszkális törtése meghalni, mint egy szívinfarktus esetében. Nagyon nagy az összefüggés a veselégtelenség és a kardiovaszkális történések között. Proteinúria a legfontosabb jelzője, és a megfelelő vérnyomáskontroll mindenképpen betartatik. És ezt ugye a fejlődéssel tudnánk ellenőrizni a mikroalbuminúria meglétével, vagy hiányával. Hát Zárásképpen csak azt tudom mondani, a legjobb gyógyszer a vesére ugye a sör, a leginkább tisztítja a vesét, de persze ennek az alkoholtartalma nem biztos, hogy megfelelő, ezért vigyázzunk magunkra, egészségünkre és a vesénkre. Köszönöm a figyelmet!